és ez tényleg bárkit utolérhet. És olyankor csak állsz ott tanástalanul, és azt se tudod, hogy mit csinálj. Mert érted, egy csomó embert ismerek, aki ilyenkor inkább azt mondja, hogy tudod, mit hozzám hozhatod, de biztos, hogy megdöglik. Megdöglik. Tudod, ez az a pont, amikor úgy döntöttem, hogy társadalmi szinten kell valamilyen változást elérnünk. Ő itt Melissa, egy nagyon barátságos, igazán ragaszkodó kis citromfű. Viszont amikor bekerült hozzánk, akkor rémes állapotban volt. Alig tartotta magát, teljesen ernyett volt. Emlékszem, hogy csak álltunk és hallgattuk a diagnózist. Előre haladott urgorvesztést állapítottak meg nála. Félő volt, hogy ha nem teszünk semmit, az állapota rosszabbodik, és a sejtjei végleg összeomolhatnak. Teljesen sokban voltunk, de tudtuk, hogy azonnal cselekedni kell, viszont nagyon-nagyon nehéz egy ilyen stresszes helyzetben igazán higgadtnak maradni. Úgyhogy csak az lebegett a szemünk előtt, hogy most nyugi, gondoljuk át, hogy mi történik a kis szervecskéjében. Miért? Mi történik? Tudod, egy egészséges növényi sejt belsejében nagyobb a nyomás, mint körülötte a levegőben. Ez a nagyobb hidrosztatikai nyomás kell ahhoz, hogy feszesen tudjanak maradni a sejtfalak, tehát ez az, amitől a lágy növényi szövetek egyenesen feszesen maradnak. Ez egyébként a turgor nyomás, ez a latin turgidus feszes dagadt szóból származik. Vagyis inkább turgida, mert hogy Melissa lány. Viszont azt vettük észre, hogy Melissánál valami miatt az addig turgis sejtekben zuhant a nyomás. Ami persze egy ideig nem gond, tehát a turgor egy kicsit csökkenhet, de hogyha a külső nyomás alá csökken ez a nyomás, akkor a sejtfalak sem lesznek már olyan feszesek, esik a tartás, és ha ez tovább folytatódik ez a folyamat, ezt tudtuk mindannyian jól itt a stábban, ha tovább folytatódik ez a nyomásesés, ha lehet így mondani, akkor félő, hogy előbb-utóbb bekövetkezik az, amit egyikünk se akar. A sejtek teljesen összeomlanak, és beáll a citorrízis. Melissa tünetei elég egyértelműen jelezték a turgorvesztést. Tudtuk, hogy azonnal cselekednünk kell, és az egyetlen dolog, amit tennünk kell, az, hogy valamilyen módon megpróbáljuk helyreállítani a normális turgort. Igazság szerint tanakodtunk, de nem volt jobb ötletünk hirtelen, úgyhogy az egyetlen dolog, amit tenni tudtunk, hogy gyorsan vizet öntöttünk rá. Jó, most tudom, hogy ez nagyon-nagyon morbidnak fog hangzani, de mi a legrosszabb, ami történhet? Így utólag persze látjuk, hogy helyesen cselekedtünk. A turgor egyébként másfél órán belül helyreállt, és lekopogom, a mai napig egészséges. Öröm látni egyébként, ahogy nap mint nap pajkosan fotoszintetizál az erkélyen a kis barátaival. És szerinted mi mentette meg? Szerintem az, hogy odafigyeltünk, az, hogy azonnal felismertük a problémát, és nem voltunk restek cselekedni. Tehát ilyenkor szerintem a legrosszabb, ha az ember csak átétlenül. Valamit tenni kell, rosszabb, úgyse lehet. És ez a legfontosabb. A turgorvesztés még időben felismerhető, megfelelő kezeléssel a citorrízis elkerülhető. Az azonnali beavatkozás életet menthet. Készült a turgorral a feszes sejtfalért alapítvány megbízásából. Mm.